festetés lesz. Most pedig Dégbe látogatunk, ahol egykoron igen nagy kulturális élet volt a Festetics kastélyban. Fejér megyében szinte megszámlálhatatlan kastélykúriát találunk, amelyek többsége a mai napig épségben áll. A nagy nemesi dinasztiák közül a Festeticsek Móron, Pátkán és Dégen rendelkeztek birtokkal. A dégi kastély nem akármilyen épület volt, korának egyik legszebb kastélyaként tartották számon. Jelenleg pedig ez hazánk egyetlen látogatható klasszicista kastélya. Ha megállunk az épület mögött a kastélykertben, és az az érzésünk támad, hogy valamire nagyon emlékeztet bennünket, amit látunk, az nem véletlen. A Festetics kastély építtetője Festetics Antal volt, és Pollak Mihályt bízta meg ezzel a nagy munkával, és ez a munka tulajdonképpen előképe volt a Nemzeti Múzeumnak, tehát nagyon hasonlít rá. Méreteiben természetesen nem ugyanolyan, de ez a munka, mint előkép, vagy mint idézőjelbe gyakorlat, nagyon remekül sikerült. Festetics Antalt császári és királyi kamarást korának egyik leggazdagabb köznemeseként emlegették. Az U alaprajzú egyemeletes kastélyt 1810 és 1815 között építtette. A kastély belső tereinek kialakításában első ránézésre semmi különös nincs. Ahogy máshol, itt is tágas terekkel találkozunk. Udvari oldalán folyosó fut végig. Ebből nyílik az ebédlő, a díszterem, a hálószobák. Ami viszont cseppet sem szokványos, hogy a kastély nyugati végében szinte eldugva alakították ki a félkörívű fülkékkel bővített, tükrökkel borított báltermet, ami ráadásul stílusában is különbözik a többi teremtől. Ez adott okot arra, hogy ezzel kapcsolatban is mendemondák keringjenek, ugyanis a festeticsek életében meghatározó volt a szabad kőművességhez való viszonyuk. Festetics Antal az építtető a nagyszívűség páholy tagja volt, és ott látott el feladatokat. A bálterem különös elhelyezését sokan a szabad kőművességgel hozzák összefüggésbe. Úgy tartják, ez lehetett a beavatási szertartások helyszíne. Hiszen nem rendelkezik kertkapcsolattal, csak több ajtón átjutva lehet megközelíteni. Akik viszont támadják ezt az elméletet, azt mondják, a szabad kőműves összejövetelekre kizárólag szögletes alaprajzú teremben kerülhetett sor. Ez viszont ovális. A festeticsek szabad kőműves tevékenységével kapcsolatos hasonló tisztázatlan kérdésből máig rengeteg van. Az azonban tény, hogy miután 1795-ben első Ferenc császár betiltotta Magyarországon a mozgalmat, Festetics Antal az utolsó nagymestertől felvásárolta, és ide menekítette a 155 kötetes archívumot. A templomépítőmesterek gyűléseiből kifejlődött mozgalom jelképei, a körző, a vonalzó, a véső, a függőón és a napsugár közül itt-ott néhány megtalálható a dégi kastélyban. Ám ezek nagy része már az 1920-ban Festetics Sándor által végzett átalakítások során kerültek a helyükre. Sok a rejtély. És ezek talán soha nem kerülnek megválaszolásra, de a legendák csak még jobban vonzák az érdeklődőket. A kis összeállításunk a szabad kőművességgel ért véget. Vendégünk a témában dr. Ligeti Dániel, a Veritas Történetkutató Intézet főmunkatársa. Köszöntjük sok szeretettel. Köszönöm Dávid szépen elnézést a kis névtévesztésért. Kik voltak a szabad kőművesek? Nagyon sok legenda és misztérium van körülöttük. Hát egyszerűen úgy lehetne megfogalmazni, hogy ők egy olyan európai eredetű csoport vagy társaság, amely igazából egy modernizációs folyamatot próbált az egész társadalomban kiváltani. Ugye eredetük a középkorra nyúlik vissza, tudjuk, hogy a középkorban a mestercégek, főleg az építőcégek nagyon nehéz munkát végeztek el, felmérésekkel, illetve hát számos olyan kis szakmai, mondjuk itt titkuk volt, amit nem lepleztek le minden esetben, egyszerűen azért, mert ez védte az ő úgymond piaci érdekeiket. És ebből a hagyományból nőtt ki aztán a felvilágosodás hajnalára, az 1700-as évek elejére egy olyan fajta mozgalom, amely azt a célt tűzte ki egész egyszerűen, hogy a társadalmat átformálja, átalakítsa. A saját felfogás szerint természetesen jobbá tegye, így lehetne ezt talán megfogalmazni. És itt, ahogy láttuk a Dégi kastélyról szóló kisfilmben is, hogy Magyarországon is számos arisztokrata a család talált ebben a dologban támogatható dolgot, így a festetések is, a hercegiág is ezt így vélte.
Hogyan kapcsolódik hozzá az a misztérium, ami aztán megjelenik akár a hollywoodi filmekben is, és nagyon sok esetben kap egy olyan sötét színezetet és előjelet, ami miatt arra gondolunk, hogy a szabadkőművesség az egy olyan titkos társaság, ami aztán ármánykodik a világ valamely módon történő befolyásolására, csak itt, hogyha mondjuk nem tudom, a Stanley Kubricknak a Tágra zárt szemek című filmére gondolunk, ott is ilyen jelentőség. Igen, igen. Hát ebben a kérdésben igazából benne van természetesen az a dolog, hogy a titkosság az mindig hordoz magával egy misztériumot önmagában, hogy hát pontosan nem lehet tudni, vagy abban a korban legalábbis nem lehetett tudni, hogy milyen céljai vannak pontosan a szabadkőműveseknek, milyen beavatási rituálik vannak. Például, de a 18. századhoz képest a 21. század elejére azt mondhatom már, hogy tulajdonképpen a szabadkőműves is jóval nyitottabbá vált. Vannak nyílt napok például az angol száz országokban, tehát ebből sokat úgy mondom, leadott ez a mozgalom vagy képviseleti irányzat. De az tény, hogy amiatt, hogy a társadalmat átalakítani szerették volna, ez óhatatlanul feszültségeket is generált. Elsősorban a katolikus egyház volt a fő úgymond ellenfél, vagy talán az ellenség szó se méltatlan ebben a helyzetben. Tehát igazából képződtek frontvonalak ennek mentén. És mivel a szabadkőművesek azt mondták például, hogy az egyház nagymértékben gátolja a progressziót, a fejlődést, ez óhatatlanul súrlódásokhoz vezetett, olyannyira, hogy hát Róma nem sokat vacakolt, már a 18. század közepén azt mondta, hogy ha valaki szabadkőművessé válik, belép a szabadkőművességbe, akkor eo ipso kiközösítették a római egyházból, a római katolikus egyházból, mivel a célokat annyira összeegyeztetlenek látták, tartották, hogy ezt így szankcionálták lényegében. És itt érdemes megjegyezni azt is, hogy a római egyház részéről is ebben a vonatkozásban már elmozdulás tapasztalható a 20. század végére, hiszen akkor már expressis verbis nem mondták, hogy szabadkőművesség úgymond az ilyen szempontból az ellenség, csak azt fogalmazzák meg, hogy nem lehet tagja az ember katolikusként olyan titkos társaságnak, amely a keresztény elvekkel szemben álló dolgokat is hirdet. Tehát benne van még a mai napig tulajdonképpen, hogy ebbe a körbe beletartozik a szabadkőművesség is, de expressis verbis már nem. És pár szóval, sarokponttal meg lehet fogalmazni, vagy körbejárni, hogy mégis mik azok az eszmék, melyek azok, amiket ők képviselnek, vagy ami mentén haladnak? Természetesen, tehát mindenképpen van egy modernizációs cél, ez gyakorlatilag végigkíséri a mozgalomnak a történetét. Van benne egy olyan társadalomalakító cél, hogy a korábbi korlátok, gátak lebontásával egy emberibb, méltóbb társadalmat lehessen létrehozni. Benne van például az úgymond a világkormánynak az elmélete is, hogy szűnjenek meg a torzsalkodások az egyes népek között. Tehát nyilvánvalóan ezt az összes feszültséget nem lehet kikapcsolni. Tehát azt arra akarok csak ezzel utalni, hogy annak ellenére, hogy magam például nem értek egyet ezen célok többségével, de tiszteletben kell tartani azt, hogy ezek pozitív értelemben vett célok, és hogyha nem is értünk vele feltétlenül egyet, vagy úgy látjuk, hogy bizonyos szempontból talán túlod is ez a mozgalom, azt el kell mondani, hogy alapvetően nem egy destruáló szándék van e mögött, hanem egy a szabadkőművesség által egyetlen pozitív üzeneteket hordozó mozgalomról, és ha megnézzük azokat a magyar embereket például, akik csatlakoztak ehhez a mozgalomhoz, azt mondhatjuk, hogy a legtöbb esetben kifejezetten pozitív célok mentén fogalmazták ezt, mert hát itt lehet itt idézni akár mondjuk Adi Endre példáját is, akinek ha megnézzük, az internetre már feltöltötték az ő belépési kérelmét a szervezetbe. Ott egyértelműen, hogy amikor megkérdezik, hogy mi miatt akar belépni a szabadkőműves mozgalomba, akkor egyértelműen humánus elveket hangoztat, amit a költészetében is megjelenik. Vagy lehet említeni például itt az emigrációba készülő Kossuth Lajost is, de a sor hosszan folytatható, akár a kiegyezés korszakának első miniszterelnökéig, idősebb Andrássy Gyula gróf, az elnézést a nyelvbotlásért. Tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a magyar történelem jelentős személyiségének egy igen nagy hányada a szabadkőművességgel nem csak hogy szimpatizált, hanem a tagjává is vált. Jó kis izgalmas téma és világmozgalom. Nagyon szépen köszönjük, hogy erről beszélgethetünk.